Tisztelt Országgyűlés, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselőasszonya, kérdést kíván feltenni a belügyminiszter úrnak. Hajlandók-e biztosítani a megnyugtató rendőri jelenlétet Kerepesen címmel? Dúró Dóra képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Drogdílerek, macsetés támadásra fajuló szabadulóbuli, lövöldözésbe torkolló óvodai ballagás, mindez csak a közelmúltban történt Kerepesen, ahol, ha az ember átlép a Szilajpatakon a Gyár utcába, egy másik világba csöppen. Már az is közfelháborodást váltott ki, hogy a két héttel ezelőtti lövöldözés után mindenki szabadlábon van, az ügyészség és a rendőrség pedig egymásra mutogat, a bűnözők visszakerültek így a településre. A Mi Hazánk mozgalom törvénymódosítást kezdeményez, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő. Nem kerülhető meg a kormány felelőssége sem. Ahogy a Gyurica László polgármester is többször jelezte az illetékeseknek, Kerepes két körzeti megbízottra lenne jogosult, ám a rendőrségben tapasztalt létszámhiány miatt a belügyminisztérium még ezt sem tudja biztosítani, így nincs állandó rendőri jelenlét egy olyan településen, ahol ilyen esetek történnek. Emiatt persze elrettentő erővel kevéssé rendelkezik az egyetlen rendőr, csak akkor tud bármit tenni, ha már megvan a baj. Mindez egyébként országos jelenség is, hiába próbálja a kormány tagadni. A múlt héten személyesen is ellátogattam a településre és annak gettójába, beszéltem a sértett család tagjaival, bár a családfő náluk is éppen tökölön tölti szabadságvesztés büntetését. Az elkövetőket is igyekeztem felkeresni, de csak trágár ordítozásra futotta tőlük. Az egész utcán hegyekben áll a szemét, a kábítószer kereskedelem nyílt titok, mégis, mint állam az államban élhetnek, mert önök szemet hunynak az ilyen esetek felett. Kérdezem mindezek miatt államtitkár urat, hajlandó-e biztosítani a megnyugtató rendőri jelenlétet Kerepesen, illetve támogatják-e a jogszabálymódosítást annak érdekében, hogy az ilyen bűnözők ne ronthassák a jobb sorsra érdemes települések levegőjét. Várom érdemi válaszát. Köszönöm, Dúró Dóra képviselőasszony. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Nem azt a korszakot éljük, ami a baloldal kormányzás alatt volt, amikor különböző indokokat találtak ki, amiatt, hogy miért nem kell fellépni valakikkel ellen, akik bűnöző életmódot folytatnak, hanem mi igenis mindenkivel szemben fellépünk, és Európa legszigorúbb büntető törvénykönyvét fogadtuk el, amit egyébként a Mi Hazánk akkori képviselői, akik még egy másik párban ültek, de nem akarom most megsérteni őket, hogy elmondjam, hogy melyikben, akkor viszont azt nem támogatták. A szavazatokra az igen gomb megnyomásával. Nem tudom. A legszigorúbb büntető törvénykönyvet, ami segít a rendőrségnek fellépni. Mi elfogadtuk, éppen ezért sikerült a bűncselekmények számát 428.000-ről 142.000-re leszorítani. 428.000-ről 142.000-re. A nyomozás eredményességét is sikerült javítani, 46%-ról 74%-ra, azért is, mert a rendőrök nagyon megbecsültséget kapnak, mert azért is, mert hatékonyabb eszközöket adtuk a kezükbe, hogy nem a bűncselekmények áldozatainak kell olykor félniük a következményektől, hanem az elkövetőknek. Ezért építettünk új börtönöket, hogy legyen hely azoknak, akiket a szigorúbb büntetések miatt a börtönökbe juttatunk, és bizony a rendőrösi járőrállomány mellett körzeti megbízottak is segítik a kerepesi közrendnek is a fenntartását, tisztelt képviselőasszony. Pontosan azért együttműködve sok mindenki mással is ott helyben, hogy ott is és Magyarországon mindenhol fenntartsuk a közrendet, mert valóban ez egy minimum. És mi nem fogadtuk el azt az álláspontot, hogy sokan sokszor a szemünkre vetettek, hogy miért fogadunk el három csapás törvényt szigorúbban a visszaesőkre, akik erőszakos bűncselekményt követnek el többször, hanem ezekkel a szigorú büntetőpolitikai eszközökkel, az, hogy a rendőrségnek is visszaállítottuk a tekintélyt, hogy nem politikai célra használják őket, mint 2015, hanem a bűnöldözéssel foglalkozhatnak, illetve a migrációnak a megfékezéssel kénytelenek foglalkozni. Ezért tudtuk a közbiztonságot sokkal nagyobb mértékben megőrizni, mint 2010 előtt az elődeink. Köszönöm szépen!